Szevasztok, szevasztok, újra itt vagyok, és ez minden, ami sör. Mai műsorunkban egy igazi német kedvencet fogunk tesztelni nektek, ez pedig az Apostel Weissbier. Hát beszélhetnék nektek az apostolok cselekedeteiről, de most nem arról fogok beszélni, hanem az Apostel Weissbierről fogok részletesen tanulmányozni. Ugye ez egy dobozos sör, ahogy látjátok, kül alakra hasonlít a Valentinsre, Zagbierre vagy mire, Németországba gyártott sör. 5,3%-os az alkoholtartalma és alsó erjesztésű. Na de, hogy csavarjunk az egészen egy dolgon, barna búzasört vegyítik a német barnasört a búzasörrel. És így megkapjuk ezt a kellemesen lágy ízt. Na de, nézzük is, hogy mi van benne. Összetevők víz, ivóvíz, búzamaláta, árpamaláta, komlókivonat, élesztő. Utolsó darabot tudtam beszerezni belőle. 189 forintos áron volt. Nézzük is, hogy milyen. Bontsuk is föl. Jó ciszent. Illatra olyan búzás, malátás, barnás sör. Töltsük is mi, stílusosan búzasörös pohárba. Ugye 45 fokba kell tartani a üveget. És mindjárt meg is kóstoljuk ezt a német remek művet. Ugye Einbauer az nem tudom, hogy mit akart pontosan ezzel a sörrel. Barna sört akart inkább jobban mutatni, vagy búzasört, vagy tényleg keverni akarták a kettőt egybe. Kóstolásnál majd minden eldől. Vágjunk is be. Bifidus sör regularis. Habja egész jó, ízre nagyon barnás, búzás sört kaptunk, finomabb szerintem, mint a Lidl-ös Argus-os meteitársa, érezni benne több komlót, árpamalátát, engem abszolút meggyőzött ez a sör. Ígyunk is még, hát ha mi mit érzünk. Hát habjam, az már meggyőzött. Sör mellékhatása. Engem abszolút meggyőzött, beszerzési áron megérte
árérték arányban megéri. Van olyan jó szerintem, mint a Valentin's sör, és bátran merem mindenkinek ajánlani, aki nyáron esetleg a nagy melegbe le akar ülni, esetleg egy jót sörözni, leülni, elmélkedni. Finom akar büfögni, annak bátran ajánlom a Eichbaum sörfőzde Apostel sörét, és apostolokban is megvilágosodhatunk. Majd még jelentkezem további sörvideókkal, ez volt a minden, ami sör. Szevasztok, szevasztok!